Köszöntöm a VKC televízió nézőit, Önök a Budakalász ma hírmagazinunkat látják. Lássuk először témáinkat röviden. Hamarosan elkezdődik a Nyitnikék óvoda udvarának fejlesztése. Terjed az unokázós csalás. Az ifi kézilabdásaink is megmérkőztek Szeged ellen. Budakalászváros önkormányzata elhatározta, hogy a Pomázi út 3-as szám alatti Nyitnikék óvoda játszóudvarát felújítja. Mivel a beruházás becsült költsége ismeretében a munka közbeszerzés köteles tevékenység, így az önkormányzat a közbeszerzésről szóló rendelkezései szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le. Budakalászváros önkormányzat képviselőtestülete érvényesnek és eredményesnek nyilvánította a Nyitnikék óvoda udvarán játszótér felújítása és bővítése címen kiírt közbeszerzési eljárást. Köszöntök mindenkit Budakalászváros rendkívüli képviselőtestületi ülésén. Megállapítom, hogy a képviselőtestület hétfővel határozatképes. A mai napra egy napjelni pont került kiküldésre, ami pedig a következő javaslat: a Nyitnikék óvoda udvarán játszótér felújítása és bővítése közbeszerzési eljárás eredmények a megállapítására. Kérdezem, napjelni ponttal kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása? Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk a napjelni pont elfogadásával kapcsolatban. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igennel egyhangulag elfogadtuk. A napirendi pont, amit a bizottsági ülés, ami a képviselőtestületi ülés megelőzte, tárgyalta már a bizottság a napirendi pontot, ott a javaslatot elfogadásra javasolta, ami arról szól, hogy a Gardenline Kft. 19.669.325 forint plusz áfa összegért építi meg a Pomázi úti óvodának az udvarát játszóeszközökkel együtt. Erről szól az előterjesztés, erről majd név szerint fogunk szavazni. Kérdezem, hogy valakinek hozzászólása van-e. Amennyiben nincs, akkor kérem jegyző urat, hogy kezdjük el. Hallgás, ne hallgatok! Elnézést, csak kérdésem van, hogy a Nyitnikék óvodának a udvara szervesen két részből állt. Nyilvánvalóan itt mind a két részről szól. Mind a két részről. Sőt, még a parkoló is. A parkoló is, de azt majd lehet, hogy azt nem tudom, hogy majd azt meg kell nézni bővé költségvetésben, mert kint voltam épp a helyszínen, és ugye nem sokára kezdődik a tornaszoba építése, napokon belül megkezdődik, és ugye ott a közművek miatt ugye fel lesz törve mostani nem túl jó állapotú udvar. És Marika alpolgármester azt mondja, hogy a kint voltunk, és Dunajon 300 négyzetméter udvarnak a burkolása szerintem majd meg kell tennünk a jövőévi költségvetésbe, és akkor komplett le lehet burkolni ezt a középső részt is. Mert ugye az előtte levő parkoló szépen megvan építve egy pár éve, most felépül akkor majd a tornaszoba, két szélén felépül a játszóudvar, és közötte pedig azt a udvart is majd meg kell költségelnünk. De most csak a játszótérről beszélünk. Mind a kettő, András, ez a válasz, igen. Jegyző úr. Tehát a eredmény megállapítására vonatkozó név szerinti szavazás. Balogh Csaba képviselő úr. Igen. Ercsényi Tiborné alpolgármester asszony. Dr. Hantos István képviselő úr. Igen. Krepárt Tamás alpolgármester úr. Igen. Márton András képviselő úr. Igen. Máté István képviselő úr. Igen. Rogán László polgármester úr. Igen. És Tolonics István képviselő úr. Igen. Köszönöm szépen, időközben megérkezett a polgármester asszony, hogy 8 fővel lettünk határozatképesek, és 8 fővel egyhangulag megszavaztuk a napjelni pontot. Nagyon szépen köszönöm. A rendkívül képviselőtestületi ülést ezzel bezárom. Mindenkinek szép napot, viszontlátásra. A nyertes pályázó ajánlati ára nettó 19.690.325 forint plusz áfa. A teljesítés vállalt időtartama 60 nap. Kifejezetten idősek a célpontjai olyan csalási formáknak, melyekre a Pest megyei rendőrfőkapitányság hívja fel a figyelmet. Az unokázós csalás és egyéb tipikus elkövetési formák elleni védekezés lehetőségeit szórólapokon is propagálják. A rendőrségi szlengben és egyre inkább a köznyelvben is saját kifejezése lett a nyugdíjas korúak sérelmére elkövetett bűncselekménynek, az unokázás. A rendvédelem mindent megtesz annak érdekében, hogy a szépkorú lakosságot tájékoztassa arról, hogyan lehet megelőzni, hogy egy ilyen csalás áldozatává váljanak. Mindent próbálkozunk. Tehát minden irányból megkeressük az időseket személyesen. Elmondjuk nekik.
ha a program szerveződik, akkor odarohanunk és elmagyarázzuk, hogy mi történik, de borzasztó nehezen megy át az információ. Ez a bizalom, ez valami oknál fogva nagyon-nagyon benne van az időskorúakban, és hát ugye ráadásul kihasználják az elkövetők azt, hogy mondjuk éjszaka keltik fel álmából, első álmából, amikor tényleg nagyon nehéz tisztán gondolkodni. Sajnos most is volt egyébként bűncselekmény, ilyen típusú bűncselekmény. Több mint 1 millió forintot adtak oda az éjszaka közepén egy vadidegen embernek, aki odajött, és csak annyiról szólt a történet, hogy szerbusz, én vagyok, és akkor kellene pénz, és nagyon nagy baj van, és akkor szükségem van rá, meg ilyenek, tehát félelmetes. Folyamatosan nyomozunk, de hát az elkövetők is ügyesek egyébként, tehát mindenféleképpen a megelőzés a legeslegfontosabb, amit meg lehetne tenni. Mi elmondjuk az időseknek, ők nem mindig fogadják meg, tehát ami nagyon fontos, és még csak ugyanott járok egyébként, hogy az a hozzátartozók nagyon-nagyon fontos, hogy újra is elmondják a szépkorúaknak, hogy nem kell semmit. Ha ilyen történik, akkor nem kell ráugrani, akkor tenni kell egy telefont, igen, fel kell hívni a fiamat, fel kell hívni a lányomat, az unokámat, bárkit az égvilágon. De figyelj, már történt ilyen, szerinted ennek lehet valami valóság alapja? Ha nem, nem. Ha nem tudja elérni egyik hozzátartozóját se, érezze nyugodtan hozzátartozójának a rendőrséget, tessék fölhívni a 112-t, ingyen van és bérmentve, ide fogják kapcsolni, ki fognak menni a kollégák, meg fogjuk nézni, hogy megjelente valaki a lakókörnyezetében. Hát, ha meg tudjuk fogni azt az elkövetőt, aki egy hónappal korábban valaki mást csapott be ugyanígy, nagyon fontosak ezek a támogatások és ezek a segítségek nekünk, de az elmúlt 1-2 hétben már nem csak az időskorokat találják be, hanem egész fiatal embereket és fiatal hölgyeket is megpróbálnak becsapni. Most jelen pillanatban a Gratulálunk Ön egy nagyon komoly mobil kommunikációs cég nyereményjátékában tud részt venni, akár 150 ezer forintot is nyerhet, ezért semmi más nem kell tennie, csak fogja meg a bankkártyáját, legyen kedves leslattyogni a legközelebbi ATM-hez, és egy adott számra legyen kedves 15 ezer forintot átutalni, ami egyébként majd igazolja, hogy Ön felnőtt korú van, bankszámlája, folyószámlája, bankkártyája, ahova majd mi átutalhatjuk a nyereményt, természetesen ezt a 15 ezeret is visszaadjuk, bla 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 bla. Ezt egyébként sikerült is elhitetni. Úgyhogy van sajnos sértettünk is, meg van olyanunk is egyébként, aki az első mozdulat után csak lecsapta a telefont és jelezte nekünk, hogy van egy ilyen típusú probléma. Ezek a jelzések is fontosak számunkra, ezeket szeretnénk felszámolni, és hát könyörgöm, tehát a józanész az, hogyha megvan, az nagyon-nagyon sokat számít. Nem csak az időseket érinti, de a fűtési szezon elindulása ismét jó gyakorló terep a csalóknak. Mielőtt pénzt adunk egy állítólagos kereskedőnek, érdemes megfogadni néhány jó tanácsot, hogy semmiképpen se hagyjuk magunkat kifosztani a csalóknak. Ennek a piacnak van egy csomó nagyon-nagyon tisztességes szereplője, aki adott esetben lehet, hogy még 3 gurigával többet is ledob, mint kevesebbet, hogyha látja, hogy valaki olyan anyagi körülmények között él. De igen, valóban vannak olyanok, akik ebből megpróbálnak, nem is tudom, hasznot húzni és nyerészkedni ezen. Ennek a társaságnak egy részét már ismerjük, mert hogy ők visszatérő kuncsaftok, mondhatni VIP vendégek már a rendőrségen belül. Figyelünk is rájuk, keressük is őket, ezzel együtt szintén megint a család felelőssége, hogy mondjuk el az idősebbeknek, hogy nem kell ellenőrizetlen forrásból vásárolni, majd mi körbejárjuk, megnézzük, segíteni kell őket, hogyha netán bárki észlel olyat, hogy mondjuk egy ilyen faárus kis teherautó közlekedik itt a települések útján Budakalásztól egészen Visegrádig. Nagyon boldogok vagyunk, hogyha tesznek egy jelzést a rendőrség felé, a 112-n szintén ingyen bérmentve, teljes mértékben ezt be lehet jelölni, a mi kollégáink kimennek, meg fogják ellenőrizni azt a járművet, amennyiben az egy nagyon tisztességes, becsületes vállalkozó, amiből szintén nagyon sok van, akkor útjára engedjük, és ennyi volt, amennyiben meg nem olyan ember, akinek örülünk itt a területen, mert gyanítjuk, hogy egyébként mindenféle funcut, furcsa szándékai vannak, és egyébként nem tartja be azokat a szabályokat, amiket be kell tartani egy ilyen típusú kereskedelem során, akkor őt meg valószínűleg meg fogjuk kérni, hogy valahol máshol próbálja meg ezt a tevékenységét folytatni. Nyilvánvalóan a szükségszerű eljárások mellett minden jelzés nagyon sokat számít, minden jelzés nagyon-nagyon fontos, úgyhogy kérjük, hogy ezeket tegyék meg, és akkor lehet, hogy ügyesek leszünk. Például csak Budakalászra visszatérve, Budakalászra minden évben probléma volt, és polgármester úr talán még egy kicsit viccesen meg is jegyezte az egyik egyeztetésünk során, hogy állandóan elviszik a levendulákat, pedig ott az a gyönyörű levendulatelep, az milyen fantasztikus, nagy áron megfogtuk a levendula önkéntes aratóit is, úgyhogy azzal kapcsolatban is indult egy eljárás, úgyhogy remélhetőleg, hogyha most meg erről beszélgetünk, akkor arra kapunk jelzést, hogy ezeket a huncut városokat is össze tudjuk szedni. A figyelemfelkeltő esetleírások mellett a rendőrség gondot fordít arra is, hogy az önoltalmazó magatartás formát erősítse az idősebbekben, próbálják rávenni őket az egészséges bizalmatlanság gyakorlására, hogy ne váljanak a csalók áldozatává.
A felnőtt csapat mérkőzése előtt egy nappal a Szeje Budakalász ifjúsági játékosai is pályára léptek. Szeptember 16-án pénteken a szegedieket fogadták hazai pályán. Kemény ellenfeleket kapott a kezdésre a budakalászi férfi kézilabdaklub. Elsőként idegenben játszottak a címvédő Veszprémmel, második NB1-es mérkőzésükön pedig Szegeddel mérhették össze erejüket. Hiába a hazai pálya előnye, nem sikerült győzedelmeskedni sem az ifjúsági, sem a felnőtt csapatnak. Először az ifjúsági játékosok léptek pályára Szeged ellen, és bár az első fél időben a két csapat között nem volt nagy arányú a gólkülönbség, a végére már 7 ponttal vezetett a vendég Szeged. Igazából ugyanúgy, mint nagyjából Veszprémben játszottunk, az első fél időben nagyjából elégedett volt. Tényleg egy jó kis védekezésünk volt, aztán a második fél időben sajnos hát vagy egy picit elfáradtunk, vagy egy-két ilyen fegyelmezetlenségből adódó hibáink voltak, így egy picit szétesett a védekezés, ez a szélső befutás dolgot a másik fél időben nem nagyon tudtuk megoldani, tehát az 1-2-es közötti beálló védekezés, aztán utána volt egy periódus, amikor megint meg tudtuk oldani, de azok a játékosok, akik húzzák a úgymond a szekeret, mint támadás védekezésben. Ugye mondjuk van, azt mondom, hogy egy olyan sorom, és utána sajnos az a helyzet, jelen pillanatban csúnyán hangzik, de azt mondom, hogy vannak csatárok vagy védőjátékosok. Ezt így főleg utánpótlás szinten ez nem elfogadható. Természetesen azon dolgozunk, hogy védekezés támadásba mindenki be tudjon illeszkedni ebbe a csapatba, de úgy mondom, nem mindenki képes erre, természetesen amit tudunk, azt majd kihozzuk ebből. Tehát végül is azt mondom, hogy a második félidő játékban ezt nem tudtuk megoldani, ebből kaptunk több gólt, támadó játékunk egy picit megakadt, ott próbáltam az irányítókat cserégetni, kipróbálni két beálló játékot, amiket én úgy gondolom, hogy az ült. Itt a végén már egy picit fel tudtunk jönni egy ilyen dupla emberfogásos védekezéssel, de úgy éreztem, hogy ez már egy ilyen picit egy ilyen próbálkozás dolog. Igazából azt tudom mondani, amit megint csak, hogy a Veszprémben játszottunk itt az első fél időben, azért voltak jó dolgaink. Úgy gondolom, hogy nagyon sok csapatból érkeztek ezek a játékosok, és össze kell szoknia ennek a csapatnak, de már látom a jeleit, és jók a visszajelzések, hála Istennek, úgyhogy hát dolgozunk ezen. Nagyon sajnálom, mert úgy gondolom, hogy egy szorosabb eredményt is el tudtunk volna érni, de hát azért mondjuk bekezdtünk egy Veszprém Szegeddel, ami felnőtt szinten is azt mondom, hogy utánpótlás is felnőtt szinten is azért komoly játékerőt képvisel. Nekünk megvan az utunk, azt végig kell járni, én úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk, bár ez egy picit szokásos sablon szövegnek tűnik, de tényleg úgy gondolom, úgyhogy csak is előre. A második fél időben sok volt a szabálytalanság, ahogy nőtt a különbség a két csapat között, úgy volt nehezebb fékezni az indulatokat. A végére így 23-30 lett a Szegedi a vára. Úgy gondolom, van, aki most itt név nélkül van, aki fizikailag nagyon rendben van, persze ugye van a Isten való, de vesz, ezt mindig ezt szoktuk mondani. Próbáljuk, tehát valaki fizikailag van, aki érti a játékot, ugye ezekkel próbálunk kondicionális téren fejleszteni játékosokat, megerősíteni ahhoz a szinthez, amihez majd kell, ugye hát ez nem jövőre meg azután gondolkozunk, hanem szeretnénk azt, hogy jó felnőtt NB1-es játékosok legyenek, netán válogatottak is. Én úgy gondolom, az erőssége a csapatnak, egy nagyon jó csapatszelem alakult ki, ennek ellenére nagyon sok csapatból érkeztek a játékosok, tehát ezt tudnám pozitívnak kiemelni, illetve tényleg azt mondom, hogy itt a rendszerjátékokban, amiket begyakoroltunk, már látok előrelépést támadásban. Védekezésben úgy gondolom, hogy egy jó kis harcos brigád jött össze, ezt még fejben össze kell tennünk, de annak viszont nagyon örülök, hogy amit videón kielemeztünk, azt az első fél időben főleg, de a második fél időben is helyenként láttam, tehát úgy gondolom, hogy fejben is fejlődnek a srácok. Ugye most már hozzá kell szokni ez a úgymond profi felfogáshoz. Itt azért kilóba a srácok, illetve magasságban azért nagyobbaknak tűntek, mint a Veszprémiek. Veszprémiek egy jó kis ilyen rendszerjátékot, célra lehúzásos játékot játszottak, nagyon jó, kihasználtak a szélsőiket. Itt annyira nem volt jellemző, inkább a belső hármas, illetve a beálló játék, amit mondtam is, hogy az egyesre kihelyezett nagy darab beálló és abból indított játékok. Én úgy gondolom, hogy ha most nekem azt kéne mondanom, nem kérdezted, de ha tippelnék, akkor én Szeged győzelemre tippelnék, de azt mondom, hogy azért jó látni, hogy azért nem vagyunk annyira távol ettől a két csapattól. Hát nagy feladat, úgy gondolom utánpótlási NB1-be azért már
ugye vidéken jól össze tudják szedni a fiatal játékosokat, és van merítés, jóval nagyobb merítés, mert itt ugye Pest és Pest környékén azért sok más sport elviszi a játékosokat, tehát ebből kifolyólag úgy gondolom, hogy jó csapatokkal fogunk találkozni, és jó edzők is dolgoznak velük. Videóelemzéseket ugye fogom kérni, mert az alapján tudok majd többet mondani. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok jó csatánk lesz, de én azt látom, hogy ez kell a srácoknak, mert ugye érkeztek innen, onnan, és azért mégis egy NB1-es szint. Látják itt a felnőtt csapatot is ezért, hogy NB1-esek vagyunk, hogy hova lehet fejlődni, hova lehet eljutni. Úgyhogy az irány megvan. Nagyon kemény hónapok és hetek várnak ránk. Nagyon várom most már vissza a sérültjeinket. Úgyhogy jó lenne, hogyha úgy összeállnak, ahogy én gondoltam, de jó irányba haladunk, még egyszer mondom. Szombaton újabb megmérettetés vár a csapatokra, a következő ellenfélként Eger játékosai érkeznek majd a budakalászi sportcsarnokba. A Budakalász madását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Fogadó óra című műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk. Addig is látogassanak el a www.vkctv.hu oldalra, ahol visszanézhetik korábbi adásainkat, de követhetnek bennünket a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!